törekedetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten és minden ember szeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szavának vározva, és mindvégig kitartotok, íme ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. Azért vagyunk itt a Földön, mert egyszer réges-régen hoztunk egy döntést, hogy követni fogjuk Jézus Krisztust, és vissza fogunk térni mennyei otthonunkba azáltal, hogy folyamatosan ugyanígy döntünk minden egyes nap az egész életünkön át. Az ösvényünkön haladva ígéreteket teszünk, hogy is szövetségeket kötünk, hogy az önrendelkezésünket arra fogjuk használni, hogy visszatérjünk mennyei Atyánkhoz. A döntéseink meghatározzák az örökké való sorsunkat.
Isten azt szeretné, ha megtanulnátok a hozzá visszavezető utat, ez az út pedig a szabadító. Isten azt szeretné, ha tanulnátok fiáról Jézus Krisztusról, és megtapasztalnátok azt az átható békességet és örömet, mely az isteni tanítványi mi volt ösvényének követéséből fakad. Mindannyian szembesülünk fogadételekkel és kísértésekkel, olyan időszakon,
akárhol is vagytok. Több ember boldogságát tartjátok a kezetekben, mint azt most el tudnátok képzelni. Minden nap és minden órában dönthettek úgy, hogy megköttök vagy megtartotok egy szövetséget Istennel. Akárhol is legyetek az örök élet ajándékának megörökléséhez vezető ösvénye, kezetekben van a lehetőség, hogy sokaknak megmutassátok a nagyobb boldogság felé vezető utat. Azáltal, hogy
tanulmányozzuk szavait, követjük a tanításait, és az ösvényén járunk, akkor ő megígéri nekünk, hogy békességet érünk ebben a világban, és örök élete az eljövendőkre. Nincs magasztosabb cél annál, amikor úgy döntünk, hogy elfogadjuk a tőle jövő intést, és az ő tanítványaival válunk, és egész életünkben az ő munkáját végezzük. Semmi más cselekedetünk, semmilyen más döntésünk nem képes kihozni belőlük azt, amit ő. Egy életlen gyermekei vagyunk, és nagyon szeret minket annyira, hogy egy szülött fiát küldte a földre, hogy az emberek jött. És hogy tudom, és bizonyosak van arról, hogy ő nagyon szeret minket, és ő itt szükségnek volt köztünk, és megjönítette az embereket. És ő feltámadt, és ő szereti a családjainkat, és segít nekünk, amikor úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, és erről teszem bizonyosságot Jézus Krisztus nevében. A példabeszédekben ezt az intést olvassuk. Egyengesd el lábad ösvényit. Ha ezt tesszük, akkor meg lesz bennünk az ahhoz szükséges hit és vágyakozás, hogy azon az úton járjunk, amelyen Jézus járt. Nem lesz kétségünk afelől, hogy olyan ösvényen vagyunk, melynek követését Atyánk megvárja tőlünk. A szabadítón példája adja meg mindannak keretét, amit teszünk, és az ő szavai biztos irány mutatnak. Az ő ösvénye biztonságban hazavisz minket.